Szeretettel üdvözlöm a kedves nézőket! A jövő nemzedéke következik. Hetenként láthatják ezt a műsorunkat. Ez alkalommal Tibivel, egy 21 éves fiúval fogunk beszélgetni az élet nagy kérdéseiről. Nagyon örülök, Tibi, hogy most itt elbeszélgethetünk. Ez, ez egy hosszabb beszélgetés lesz. Mi azért néha már találkoztunk. Egy párszor, igen. És nagyon érdekelne az, hogy mi van veled, hogy élsz, és mondjál valamit egyáltalán magadról. Hát 21 éves vagyok, nem mondta, jelenleg ugye az emberbarát alapítványnál tartózkodom, mint drogfüggő, miatt kerültem oda, Szeretném azért megkérdezni tőled, mivel elég sokszor levélben is kérdezik tőlem, vagy esetleg a televíziós beszélgetés során is, hogy hogy alakulhat ki egy emberben az, aki drogfüggő, hogy, hogy vállalja a kezelését, hogy bemenjen és kezeltesse magát, gondoztassa magát egy intézetbe, mert most is kaptam egy egy levelet, amiben az van, hogy hát nagyon nagy baj van, de hát haladni is akar a fiunk, nem akar bemenni. Hát ez hogy lett, hogy alakult ki nálad, hogy, hogy, te csak úgy bejöttél ide? Hát, hogy csak úgy végül is nekem már nem ez az első próbálkozásom a leállásra, harmadjára vagyok rehabilitáción, Hát hosszú folyamat még kialakul, ugyanúgy, tehát az első lépés ugye az, hogy felismerem egyáltalán, hogy függő vagyok, tehát, hogy, hogy ez már problémát jelent, és hogy nem, a, nem olyan, mint ahogy sokan mondják, hogy amikor akarom, akkor hagyom, abba csak nem akarom, hanem rájövök, hogy, hogy nem annyi, hogy, hogy én eldöntöm, és tényleg abba is hagyom, hanem, hanem mindig újra és újra visszatérek a droghoz. Mit tudnánk segíteni, vagy hogyan tudnánk segíteni az olyan szülőknek, akik rengeteget szenvednek és sírnak, és szeretnék, hogy a fiúk bekerüljön az intézetben. Nyilván, hogy senkit nem lehet -e erőszakkal behozni, és itt már nem azt az időket éljük. Mindenki önként jön, hogy hogy a szülő mit tegyen, vagy hogy mit tehet. Hát ez nagyon nehéz kérdés, mert hogy igazából nem nagyon van eszköz a szülőnek a kezébe, hiszen, hiszen foghatja szigorúan, megpróbálhatja visszatartani, de egy drogos mindig megtalálja az utat arra, hogy, hogy hogyan is drogozzon. Igazából nem tud mást tenni, mint, mint, segíteni neki, amikor tud, hogy, hogyha esetleg eljut arra a döntésre, hogy leálljon, de egyébként meg kell várnia úgyis még a saját gondolatában. Tehát ő maga érzi azt, hogy ez a drog már, hogy a drog már nem jó, és már nem, nem okoz neki örömet, már meglátja a, nem csak a bulit, meg a, az eufórikus érzést, hanem, hanem a nehézségeket és a, és a bajokat ebben. Tehát kell egy ilyen <kül> nehéz tapasztalatának lenne az illetőnek, hogy azt mondja, hogy megadom magam, mégis elmegyek kezeltetem. Így van, így van. Hát ahhoz, hogy elmenjen kezeltetni az ember, ahhoz egyébként elég egy rossz pillanat, amikor, amikor éppen elege van és besokal, az már másabb kérdés, hogy utána ugyanúgy jár, mint én, hogy én is így voltam vele először. Elmentem, mert, mert, már, már nem éreztem magam hirtelen jól, de aztán, aztán a döntés mégsem volt meg, csak egy pár pillanatig, és utána vissza is estem az első rehabilitációm után elég hamar. Mondanál el valamit a kedves családodról, szüleidről, testvéreidről? Édesanyám és édesapám négy éves koromban váltak el. Hát az előtte időszakra nem nagyon emlékszem. Utána hát mind a ketten hamar találtak maguknak párt viszonylag. Anya elég hamar, és nagy szerencsém volt, mert mert olyan embert talált, aki, aki képes volt engem teljes szinten a gyerekeként kezelni. Neki is volt már egyébként előző házassága, és uh, neki is volt már egy fia, ő is velünk élt, és uh, tényleg nagy szerencsém volt, egy nagyon, nagyon jó embert talált, uh, egy vállalkozó, és uh, tényleg uh, apa kép lehetett előttem, és tudtam, uh, fel tudtam ránézni. Uh, anya, ő elég szigorú ember, mindig próbált szigorúan fogni, talán ebből is adódott az, hogy, az, hogy a drogban kerestem a szabadságot. Van Iker testvérem is. Igen, és hogy tudsz kijönni a testvéreiddel? Hát Iker testvéremmel könnyű, mert végül is ugye kisgyerekkorunk óta mindent együtt csináltunk, közös szobánk volt. Igen. Tehát sose voltam egyedül, megszoktam, hogy ő mindig ott volt mellettem, és, és tehát nem, hogy félszavakból megértjük egymást, de tényleg egymás gondolatát is tudjuk, hogy ki mikor mire gondol. És ezért vele nagyon könnyen kijövök. Ugye, mint mondtam, van egy mostoha bátyám is. Hát vele is úgy kijöttem mindig, ugye eléldegéltünk egymás mellett, de, de mindig jó volt a kapcsolatunk, illetve anyának is az, az új kapcsolatából született egy gyereke a csin, vele is jó jövök, és apának is van uh, még egy gyereke, és is, vele is jó kapcsolatom, tehát mondhatom, hogy a testvéreimben azért. Hát, hogyha egy embernek vannak testvérei, azért másképpen nevelődik, meg kell tanulni megosztani a dolgokat, a szülői szeretetet is, ugye, hogy ki mennyit akar ebből birtokolni meg, hát sok mindent megosztani, hogy hát nem én vagyok az első, hanem hát ő, őnek is vannak jogai. Tehát az ember, ha vannak testvérei, nagyon sokat fejlődhet. Hát erre nem tudok válaszolni, mert olyan még nem volt, hogy ne legyen testvérem. De persze sokat segít, tehát a, abban, hogy a társadalomban beilleszkedjek, persze, mert én mindig tudtam, milyen az, hogy megosztani, hiszen Pont, hogy ikertestvérem van, azért szinte mindenünk közös volt, és ez soha nem is jelentett problémát, és talán nem miatt van az, hogy a mai napig én bárkivel, hogyha olyan van, tehát tényleg a pénzemet mindent megosztok. Tibi, nagyon érdekelne az, hogy a, a, az ikertestvéred is drogozik, ugyanúgy hasonló pályát tett meg, mint te. Hát kezdetekben igen. Tehát amikor én elkezdtem füvet fogyasztani, akkor, akkor persze, hát ott fogyasztottam mellette, ő is megkóstolta, rájött, hogy jó. És utána persze ő is csinálta ugyanezt, mint én. Egészen odáig, míg ugye én el nem kerültem rehabilitációra először, és e, akkor volt neki egy barátnője, akinek a kedvére le is szokott erről, tehát e, teljesen abba hagyta az anyagozást, mert egyszer, egyszer nagyon összevesztek miatta, mert már nem bírt meg szólalni és a barátnője azt mondta, hogy elhagyja miatt, és úgy döntött inkább, hogy, hogy akkor a lányt választja, és akkor jó időre le is állt, és ezek után uh, igazából tiszta volt ő, egyedül én voltam az, aki, aki képes voltam rá rossz lenni, hiszen ő látta az én ilyen stílusomat, de ő csak a szép dolgokat látta belőle, tehát az, hogy, az, hogy hetente háromszor, négyszer elmegyek bulizni, az, hogy mindig jó nőim vannak, hogy csinálok pénzt, hogy jól érzem magam. Azt nem látta persze, amikor egyedül voltam otthon, és, és, és tényleg mozdulni nem bírtam. Úgyhogy, úgyhogy emiatt néha bele, -bele csúszott, de, de egyébként, amikor én nem vagyok a közelébe, és nem fogyasztok mellette, akkor, akkor ő, 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 ő józan életet él, és képesen, képes normálisan vinni az életét. Tehát ő neki van egy stabil munkahelye, most is van egy stabil párkapcsolata, akivel együtt is élnek, már egy éve. Úgyhogy ő, ő végül is sokban különbözik tőlem. És nagyszüleid? Élnek -e a nagyszüleid? Persze élnek, igen. És velük milyen a kapcsolatod? Hát anyai ágon, nagyszüleimmel nagyon jó a kapcsolatom. Kisgyerekkorom óta nagyon sokat jártunk hozzá, már kisgyerek, hozzájuk már kisgyerekként is akkor vállás után egy fél évig náluk is laktam, és, és, nagyon jó kapcsolatom van velük. Nagyon szeretem őket. Apai ágon nagymamám él még. Nagypapám jó alkoholista volt, ő, ő abba is halt bele. Hát végül is nagymamámmal is úgy jó a kapcsolatom. Szoktam vele néha találkozni, akkor beszélgetünk is. Igen. És honnan kerültek ki a barátaid? Hát a barátaim? Hát nem nekem mindig az volt a probléma, hogy, hogy én mindig az a vagány gyerek akartam lenni, és mindig egyszerűbb volt már egész általános iskolás korban is azokhoz csapódni, akik nem magasan teljesítettek mondjuk tanul, tanulmányi szinten. Ugye így nekem se kellett sokat teljesíteni, hiszen velük azonosítottak engem, és azt a szintet meg könnyebb volt elérni meg hát igen, próbáltam vagány gyerek és általában ezek az emberek voltak, akik, akikhez csapódtam, és a későbbiekben is ugyanígy. Tehát középiskola, aztán már kint az utcán is mindig, mindig azokat, akik a balhéja, azikkal voltam, akik a csinálták. Bandába is tartoztál? Hát bandába nem. nem. Tehát nem is olyan Kicsit jellemző, hogy, nem is olyan jellemző, hogy ilyen bandák világát éljük jelenleg. Igen. Ugye de Debreceni vagyok, én nem nagyon tudok olyanról. Persze vannak együtt pénzt csináló emberek, de az nem, nem úgy van, mint mondjuk Amerikában, hogy banda tetoválás, meg minden. Egy olyan jó 25 évvel ezelőtt még működtek bandák, itt Budapesten is. És egyszer kapcsolatba kerültünk is, a, azt hiszem a déliseknek, a déli udvarosoknak volt a banda vezérük. Még nekem adta a ászlójukat, és eléggé piszkos volt. Hát, most már nem jellemző, legalábbis nem tudom, én nem találkoztam. Mert ezek, ezek, akik bandában éltek, ezek, ezeknek nem volt otthonuk általában együtt, egy van, fegyelem kialakult, abban éltek, és kötelesek voltak a főnöknek engedni. Mondanál valamit arról, hogy mi van az érdeklődési körödben, mit, mivel szeretsz foglalkozni, mi érdekel? Végülis ugye a droghatására azért nagyon beszűkült ez a dolog, tehát minden köré építettem ugye az egész életmódomat, de egyébként előtte is, meg, meg jelenleg mióta józan vagyok, nagyon szeretek sportolni, főleg focizni. Azt mindig is szerettem, apa is focista, és minden jött, hogy, hogy egyből én is előbb a labdát, mint hogy legyen járni tudtam. Nagyon szeretek bulizni, eljárni. És miből el ez a buli? Hát ez, ez évről évre változott. Először ugye elmentem bulizni, hajnalba haza, aztán már elmentem bulizni, ugye diszkóba elmentünk, és akkor reggel még after party, aztán ki tudja hány napig még after party, itt, ott, 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 ott kocsmákba. Igen, ez, ez eléggé egy dolog az egész. Hát igen. De egy idő után már mindennapossá vált, és, igen. és, és végül nem is éreztem magam igazán jól, hogyha ha nem mentem el bulizni, vagy nem, ha nem csináltunk semmit este. És nagy koncertekre is jártál? Nem hogy volt az... jellemző, annyira nem. Nem. És az ifjúságnak melyik rétege szereti a koncerteket? Hát ö, szerintem mindenféle réteg egyébként. Tehát a, a szegényebbek is, a gazdagabbak is szeretnek eljárni ilyenekre. A, hogy van az, hogy a szenvedélybetegek nem nagyon érdeklődnek így a klasszikus zene után? Hát nem tudom, nem lehet rá olyan jót bulizni, meg tanulni. De valószínű, hogy így van, hogy nem csak a szenvedélybetegek, hanem az ifjúság. Valahogy... Így van, nem biztos, hogy ez kapcsolódik a szenvedélybetegséghez, igen. És mi van még ilyen a sportolásba, tehát mondod a focizás szereted, ilyen apró dolgok, hogy könyvtárba járni, olvasni. Nem nagyon, nem nagyon szoktam. Nem, nem nagyon volt rá időm, hogy úgy mondjam. Tehát nem, is, nem is kötött bőzni Semmi. Nem. Mondjuk szeretek olvasni egyébként. Ritkán ja. szoktam, de szeretek. És, és ilyen nagy múzeumokban, ahol tárlatok, festmények kiállítása van, hogy ez, ez ez valamennyire érdekel? Valamennyire érdekel, igen. Hát nem nagyon kapcsolódott az életmódomhoz, de egyébként, hogyha ha úgy adódik és elmegyek, még annak idején osztálykiránulásokon jártam inkább ilyen tetszett, meg mindig érdekelt. Tehát azért, mit tudom én, ahhoz, hogy egy ilyen, ilyen dolgokat lássak, az szerintem az alapvető műveltséghez hozzátartozik. Szóval már csak azért is. És ilyen régi várak között szerettére élni, járni, vagy érdekelt -e egyáltalán? Igen, igen, igen. A történelem is alapból érdekel, és hát azt, azt ugye saját szemmel látni, az, az meg egy, egy, plusz dolog. Van-e barátnőd? Nincsen. Nem élek hosszú kapcsolatokkal, nem, nem jellemző rám, hogy... És mi az oka ennek, hogy, hogy neked csak ilyen rövid távú kapcsolat kell? Hát, amikor már kezd komolyabbá válni, akkor inkább kilépek a helyzetből. Nem szeretem, mikor beleszólnak abba, hogy, hogy, mit csinálok, hogy hova megyek, hogy kivel vagyok. Nem, nem nagyon szeretem a kötöttségeket. És talán ez lehet az oka, meg szeretem a változatosságot. Igen. Volt itt a házban egy fiú, aki <coughs> azt mondta, hogy ő fél szerelmesnek lenni, nem akarja elkötelezni az életét. Tetszett neki egy hölgy volt, egy gyereke, hogy, hogy ő, hogy otthon porszívózon, meg a gyereket dajkája ringassa, hogy ő, ő, neki ez nem megy. Eltelt az élet egy pár év, és mégis apa lett. Úgyhogy ez engem is meglepett a korábbiakhoz, mert az volt, hogy ó, oh, hát ez, hogy szerelem, nem hiszek benne, úgyis annyit csalódtam. Hát persze ez benne van, de, de egyszer mindenkinek eljön az az idő, amikor, amikor már az, szerintem, hogy amikor már szüksége van rá. És neked a szerelemről mi a véleményed? Hát én sem hiszek benne egyébként. Nem, nem hiszem, hogy, lenne igazi szerelem, ami, mint a filmekben, hogy bármit felülmúl. És S van ide. olyan film, amiben nincs szerelem? Van, persze. <laughs> nagyon ritka ilyet találni. Igen, egyébként. Hát, mert az könnyen eladható. Mégis a szerelem az egy, egy nagyon komoly dolog. Azt nem lehet úgy lehívni. Az, az jön a váratlanul és aztán el is megy, ott hagy bennünket. Így van. Talán ez a probléma vele. Talán ezért, ezért is nem megyek bele komolyabb kapcsolatba, mert, mert nem akarok csalódni. Nem akarom elveszíteni azt, akit szeretek, úgyhogy inkább nem szeretem meg, nem várom meg még annyira meg szeretném, hogy, hogy utána rossz legyen elveszíteni. Hány iskolát is végeztél, vagy mennyi Hát én, nekem az érettségim megvan. Az érettségi megvan. Hát ez óriási nagy teljesítmény a részedről azért. Hát azért annyira nem. Tehát nem Miért egy nem? hát nem? egy olyan nagy dolog megszerezni egy érettségit. Na de nem a piacon vette. Hát nem. <laughs> Megdolgoztál érte. Igen, igen. Hát ezek után még tanultam én. Egy két éves felsőfokú és képzésre jártam ifjúság segítőnek tanultam, mivel hogy ugye előtte már voltam rehabilitáción, és, és megtetszett az a dolog, hogy segíteni embereknek. Tehát én szeretek segíteni, megadni, és, és így jött ez, hogy én ifjúság segítőnek tanuljak. Csak hát ugye nekem nem sikerült meg leállnom, magamon nem tudtam segíteni, és így végül is a két éves képzésnek a második év végén sikerült megbukni, tehát a, a cél előtt befejeztem a dolgot amit azóta már sajnálok nagyon egyébként. Hát még talán lehet pótolni ezt. Persze, még időm van, Igen. remélem. Hát a, ugye az életnek ezek nagyon fontos elemei, amiről beszéltünk, a szerelem, a vonzódás, a társ és a többi. Hogy lehet ebben a világban úgy élni, hogy, hogy mégis... Hát, Megtaláljuk a helyünket, hogy az emberek elfogadjanak minket. Mert nagyon sokszor ez a probléma, hogy, hogy nem tudunk beilleszkedni és nem tudunk alkalmazkodni. Nálad ez hogy van ez a beilleszkedés, alkalmazkodás? Hát beilleszkedni jól tudok bizonyos közelekbe, tehát elég könnyen elfogadtatom magamat, meg elég jól, viszonylag jól látom fogadni a többi embert is. Hát alkalmazkodni tudok egy helyzethez, inkább gyakran nem akarok. Azért jártam a albérletre a is, mert, mert egyszerűen nem tudtam alkalmazkodni lakótárshoz, de, vagy lakóközösséghez ugye a bérházban. Tehát az már nehezebben megy, de gyakran azért, mert nem is akartam. Az agresszióval kapcsolatban mi a látásod, véleményed? Elég agresszív embernek tartom magamat. Elég indulatos vagyok, és akkor gyakran kiemelem az agresszió. Tehát ez ugye két vonalon lehet ezt átgondolni, a, a szóbeli meg a fizikai, és melyik az erőteljesebb? Hát most jelenleg ugye a szóbeli maximum, hiszen az emberből állt én nem alkalmazhatok testi erőszakot, igazából szóbeli se. Hát mind a kettővel vannak problémáim, az a baj, hogy az indulatok nagyon hamar elvisznek. És amióta itt vagy az alapítványnál, gondolkoztál -e azon, hogy ezen változtatni kellene, illetve hogy hogy lehetne szabályozni? Minden emberben keletkezhetnek indulatok és nehéz érzések, de hogy hogy ne okozzunk kárt ezzel másnak, hogy lehet ezt szabályozni? Hát ezt mindenképp abban a pillanatban kéne elkapni. Ugye az hogy a baj, hogy az nagyon gyorsan tör rá az emberre. Tehát nagyon nehéz megfogni azt a pillanatot, amikor ezzel indul, és valahol ekkor kéne megfogni, és, és nem kiadni magamból. Mindenképp kell ezen változtatnom, mert így azért az alkalmazkodással és a beilleszkedéssel lehetnek problémák. Igen. Hiszen egy darabig lehet tolerálja a közel. Igen. ezt a dolgot, de egy idő után megunják. Ugye van ilyen, hogy szociális tanulás, hogy társas tanulás, vagy, hogy, együtt emberekkel összezárva, akik szintén agresszívak, vagy passzív-agresszívak, akik háttérből tüzelnek, hogy ezek közt megtanulni, a, hogy hogy lehet kezelni, hogy érdemes ezzel valahogy szembefordulni. Mert ha itt megtanulod kezelni a, az indulataidat, akkor te egyébként egy nagyon barátságos, fiatal ember vagy. Mindenki kedvelni és tisztelni fog téged, ha te nem vagy agresszív. Hát így van. Igyekszem is egyébként. Tehát, úgy is gondolom, hogy elég jól megy, vagy hát, alakul a dolog, mert a Kinti létemhez képest jóval nyugodtabb vagyok. Csak az a baj, hogy az állapot függő. Tehát amikor, amikor alapvetően rosszabb hangulatom van, akkor könnyebben elkap ez. Igen. De igyekszem kezelni. Te hogy értelmezed ezt a szót, hogy szeretet? Tehát ugye a szeretet az mindenkinek igénye, van a szeretetnek egy érzelmi része, hogy belül magamban egy egy olyan nagyon barátságos érzést érzek a másik ember iránt, és lehet egy fizikai része, amikor hát segítek a másiknak érdekek nélkül, nem úgy, hogy adok neked, hogy aztán visszakapjam. Tehát, hogy a szeretetnek is többféle fokozata van, hogy te hogy látod, hogy sikerül ezt, ezt megélni neked. Hát elég nehezen, mert igen, épp ez az, hogy érdekek nélkül. Tehát én nagyon gyakran azt tapasztaltam a világban, hogy, hogy van szeretet, de, de az érdekerősebb. Tehát, hogyha addig szeret egy ember, amíg nem áll érdekében más tenni. Hát a, a szeretetnek van egy nagy összetartó ereje a családban is, férfi és egy nő kapcsolatában is nagyon nagy szerepe van a szeretetnek, a szülőnek, a gyereke iránt, a gyereknek a szülő iránt. Ezek nagyon fontos kapcsok, hogy együtt maradjunk, és hogy, hogy összetartozunk. vannak -e ellenségeid? Vannak, persze. És hogy, hogy, tudod kezelni őket? Nem igazán kell kezelnem őket, tehát távol maradok tőlük, vagy pedig olyan ellenségeim vannak, akik, akik nem tudnak ellenem igazán tenni semmit, tehát az, hogy utálnak, az, az, az nem jelent problémát. Épp tegnap beszéltem valakivel egy ilyen nagy, nagy magas pozícióban lévő emberről, hogy sok ellensége volt, és látszólag ő nagyon barátságos volt, de hogy hogy rendkívül sok gyűlölet volt benne az emberek iránt, hogy nem tudott megbocsátani, és hát ahol tudott bosszút állt, hatalmánál fogva. Ez tulajdonképpen egy nehéz dolog, amikor az ember csak ezzel van tele, hogy gyűlöli a másikat, is, hogy nem tud az ellenséggel szemben is valamit engedni. És valaki egy orvos mondta, hogy ahhoz, hogy fejlődjünk, az ellenséget is be kell engedni hozzánk. Mert hát rengeteg sok mindent tanulhatunk, hogyha ha egy ellenséges indulatember, ember, aki megmondja kíméletlenül nekünk a hibáinkat, és, és belénk rúg, hogy megtanuljuk elviselni az alkalmazkodást, ugye egy ilyen helyzetben nagyon nehéz. Elviselni, de megtanulhatjuk. Tehát ha vannak ellenségeink, az nem baj, az, az a javunkat szolgálhatja. A, a címborák mit gondolnak most rólad, vagy eddig is milyennek láttak téged, vagy esetleg, hogy megtudták, hogy, hogy te egy rehabilitációs intézetben, vagy mi a véleményük? Hát nem tudom, erről először is őket kéne kérdezni. Nem terelkoztál belőle? Nem, nem nagyon szoktam, ugye debreceni vagyok, tehát Igen. De nem, nem nagyon, de egyébként tudom, hogy a legtöbb embernek, aki ugyehogy voltam már rehabilitáción, így arról már kaptam visszajelzéseket, és pozitív véleménnyel vannak erről. Persze van egy-két ember, aki, aki azt mondja, hogy hát ez egy rossz drogos, és sose fog úgy csalálni. de vannak még emberek, akik hisznek bennem, és, és örülnek neki, főleg, mikor meglátnak, hogy már nincs annyira beesve az arcom, van némi emberi kinézetem, ennek szoktak örülni. Tehát uh, elég jó véleménye van arról, hogy én, én leszeretnék állni, hiszen, hiszen alapvetően de kedvelnek engem, de, de nagyon sok ember elfordult tőlem, amiatt, mert, mert uh, undorító módon néztem ki már néha. Mi a véleményed az abortusról? Ha, ez váratlan kérdés. Hát én egyébként nem értek egyet az abortussal. Tehát meg lehet azt a gyereket szülni is, és, és örökbe adni, és olyan szülőköz kerülhet, akik biztosan szeretnék, hiszen nagyon sokan várnak erre. Az országban nagyon sok sérült, beteg, mozgássérült ember van. Mi a véleményed, mi a hozzáállásod ezekhez az emberekhez? Hát én nagyon sajnálom őket, tehát nagyon rossz lehet én ezt tudnám képzelni úgy az életemet, hiszen nem lenne teljes értékű. Próbál és volt -e már úgy, hogy vakembert átkísértél az ott másik oldalán? Igen, volt egy vakosztálytársam, amikor ifjúság segítőnek tanultam is, és vele őt elég gyakran tehát mentünk ide-oda. Nem, nem tudom, milyen okból, de szeretett velem beszélgetni, úgyhogy. Tehát akkor vannak neked humánus érzéseid, meg készséged, Ilyen Vannak persze, én egyébként egy elég empatikus embernek tartom magamat. Utolsó kérdés, mert az idő elhagyott bennünket, hogy mi a véleményed a hitről? Az Istenben való hitről? Hát van többféle hit a sikerbe, a szerencsébe, hogy hiszem, hogy a lottót nyerni fogok, egyéb emberekbe hiszek, magamba hiszek, Istenbe hiszek, hogy, hogy látod ez, ezt a kérdést? A magamban való hit, az, az szerintem az a legfontosabb, az nagyon fontos dolog, hiszen ha nem hiszek magamba, akkor nem fog elérni semmit. Az emberekben való hittel az évek folyamán meggyűlt a bajom, hiszen ha hiszek emberekben, akkor tudok könnyen csalódni, és ez gyakran be is igazolódott. Az Istenben való hit az, az úgy vagyok, hogy igazából mindenki hisz. Tehát mindenkinek van az a, az a pillanat, amikor, amikor olyan problémával akad, amikor úgy is imádkozik. Van, aki ezt elmondja, van, aki nem, de biztos vagyok benne, hogy mindenki hisz, hiszen megnyugtató dolog az, azt, azt remélni, hogy van, aki majd segít, mikor már én nem tudok magamon segíteni. És ez ugyanúgy velem is előfordult, de úgy mint például a keresztény vallásban nem állt, tehát egyikféle vallás sem állt hozzám, sose közel. És most mióta itt vagyok azóta, azóta, hogy ugye hetente kétszer templomba is járunk, és a többi elkezdett megmozgatni a dolog, tehát... Tibi, nagyon örülök, hogy beszélgettünk ilyen nagy témákban, az idő végül is kevés volt. Nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, és sok sikert kívánok neked a, a célod elérésében. Köszönöm szépen.